Hát Nyali, üdvözletem mindenkinek, áldassék a gyümölcsi Nosvágy Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltám YouTube csatorna, és hát hogy is mondjam, eléggé berúgtuk a bulvár rollert, vagy a bulvár motort itt a hét elején, ugye a Tóth Gabis videóval, ahol egyébként nagyon sok vélemény különbözés volt, ami nagyon tetszett, mert viszonylag egyébként kultúrált formába tettétek ezt meg, és tudjátok, hogy a videóimnak legtöbbje az azért készül, hogy ott elinduljon valamilyen párbeszéd. Nem biztos, hogy mindig igazam van, de tök jókat dumálunk alatta, úgyhogy ezt szeretem. És hát ezzel a motorral megyünk is tovább, ugye azért annak a videónak is volt nyilván egy kicsit ilyen edukációs része, rávilágítottunk egy-két dologra, a mai videóban sem lesz ez másképp, de még mielőtt bármibe is belekezdenénk, tudod, hogy mi következik? Az egyik az, hogy múltkor megkértelek, hogy iratkozzatok már fel, és egy csomóan feliratkozzatok, tök cukik vagytok, ez nekem jól esik, egy forintot nem kapok érte, ne turkálj a zsebembe, te. Hanem tényleg, csak látom a visszajelzést, úgyhogy ha nem nagy kérés, nyomj rá a feliratkozás gombra az összes csengőre, és így biztos kapsz mindig értesítést a videóimról, és én nagyon-nagyon boldog leszek. A másik pedig, hogy új év, új kollekció a Mottódon, szlogen névvel elindult az új kollekció, figyelj! Megnézegeted, biztos, hogy találsz magadnak benne valamit. Például, hogyha idén sem sikerült lefogyni, vagy nem akarsz beszélgetni emberekkel, vagy hát kb. Így minden. Az a lényeg, hogy hát hogy mondjam, ez egy ilyen hétfő reggeli állapotokat idéz ez a kollekció, amiket így Patrikkal is szoktunk itthon használni, szövegek meg, amiket kommentbe írtatok, szerintem nagyon-nagyon jó lett, vicces. Na rendeld meg gyorsan, hogy legyen mit tennem, mert lefogyok, összeesek, minden bajom lesz. Na, de a lényeg! Hát, hogy mondjam, összecsapott a két pápa, ugye, a katolikus, meg a fitness pápa. Azért ez ennyire durva, Magyarország lakmuszpapírja, nem, hogy a Sobert Norbe a mi fitness pápánk. Hát figyelj, hogy is mondják ezt, szegény ember vízzel főz, bár egyébként a gazdag is, de hát legalább az emberek akkor itt tudják, hogy hanyas a kabát. Na, egy egész ügyes újságírói húzásnak köszönhetően, hát hogy mondjuk morálisan megkérdőjelezhető, ezt mindenki döntse el maga, egy egész ügyes újságírói kis húzásnak köszönhetően a pápa üzent a Sobert Norbinak. Az így megvan, hogy így ül a pápa, és így urbi et orbi, olores dolores, kinek üzenjek, a Norbival olyan rég beszéltem neki üzenjek, nyilván nem erről volt szó, hanem a pápa ugye szomorúságát fejezte ki, hogy vannak olyan emberek, hírességek, stb., akik ugye megkerülve a saját országok korlátozásait, elutaznak egy olyan országba nyaralni nagy csinadrattával, ahol ezeket a korlátozásokat nem kell betartani, nem kell maszkot viselni, bla bla bla, és mindemellett egyébként egy halompénzt költenek, úgyhogy másnak erre pedig nem telik. És hát erre válaszolt Norbi, hát ilyen beszélő viszonyban vannak, tudod, a két pápa. Pápák között ez így megy, most ezzel nem kell fönnakadnod. És akkor válaszolt neki egy 9 perces videóba, és Norbi megvilágosodott, és akkor így a pápának visszaüzent. Hát szerintem azóta is egyébként a pápa ezen gondolkodik, hogy most akkor mi lehet a következő lépés. Na, hát Norbi jó szokásához híven, hát ugye, hogy mondjam, azért ez a pápa egy korrekt pápa, valljuk be. Tehát, hogy én az első olyan katolikus pápa, akit az én pápámnak is gondolok, rendszeresen áll ki egyébként mindenféle fajta kisebbség, többség, szín, identitás, orientációtól függetlenül mindenki mellett. Hát ő egyébként igen, azért sokszor a katolikus papokban megáll az ütő, mert hogy hát túl sok reformot hozott ez az egyszerű ember, aki bement oda a Vatikánba, és hát így nem tudom, így emberként viselkedett, holott neki pápaként kéne viselkednie, milyen fura ez, nem? Na mindegy, szóval, hogy a pápaval egyébként azt gondolom, hogy dolgunk is egyet érteni, meg kb. Egyébként egyet is lehet, azért ő, hogy mondjam, biztonsági zónán belül marad általában, amikor bármit is mond. Ellenben ugye Norbi, nem? Tehát azért Norbi általában, amikor kinyitja a száját, az abból azért szokott jönni olyan dolog, ami, hogy is mondjam, hát nem túl biztonságos, de legalább jót tudunk rajta röhögni. Na. És hát az van, hogy Norbi visszaüzent a pápának, és megmondta, hogy ezt hogy értette a pápa, hogy tulajdonképpen a pápa mire gondolt. Ezt a videóját inkább hagyjuk is, Norbi az Norbi, a pápa meg a pápa, úgyhogy, de aztán olvastam a kommenteket, meg aztán így elgondolkodtam, meg egyébként miért is készül ebből videó, ki kíváncsi a Sobert Norbira, hát ez a majd elég sokan, és akkor így gondoltam, hogy beszéljünk már, tehát nyilván
Az alapkérdés, hogy miért utazgatnak akár celebritások, ahogy mondjuk a kettős mérce, mert még kapásból 10 olyan nevet föl tudtam volna sorolni mondjuk ezek mellé, a nevek mellé, ott volt még a Manyi, a Berki Krisztián, a Kuki, akiket így lehozott maga az újság, de azért mondom, hogy egy ilyen 10-15 nevet én még simán hozzá tudtam volna csapni, akik valamilyen különös oknál fogva amnestiát kapnak időnként pont azért, mert hogy ugye a... Hát hogy mondjam, a saját hiányosságaikat, meg a saját hibáikat pont, hogy úgy leplezik egyébként, hogy másokéra hívják fel a figyelmet, és hát éppen ezért ők sűrűn amnestiát kapnak ez alól, de mondom, kapásból 10-15 ilyen embert föl tudtam volna még sorolni, hát magyar módjára nem, hát dögöljön már meg a szomszédnak a tehene is, ne csak az enyém, de mindegy, most ez a pár név lett, és akkor így elgondolkodtam, hogy... Igen, miért olyan kurva fontos most ez, hogy elutazzunk ide-oda? Megmondta a Norbi azért, mert Réka ugribugri tábor tart milliókért, a Maldívon el kellett menni a muszájba, de érte, nem lehet ezt bírni. Muszáj, tehát menni kell, dolgozunk. Igen, és akkor ezért kellett menni, tehát ők elvileg munkaügyben voltak ki. Nem tudom, hogy a többiek mire hivatkoztak, a Norbinak a nyilatkozatát küldtétek, azt láttam. Szóval, hogy igen, hogy most miért nem lehetett ezzel várni? Miért ez a része, tehát a példamutatás része, ez tényleg megkérdőjelezhető. Mert azt mondom, hogy több százezeres követő táborra, vagy milliós, vagy akármilyenes eléréssel, amire itt verjük a mellünket, tehát, hogy így elutazgatni, és homokban tornázni, bár egyébként a Rékának a homokban lévő tornáját azt azért tényleg 18-as karika nélkül nem adnám, és nem azért, mert annyira szexi. Na mindegy, és a lényeg, hogy példamutatás szempontjából valóban megkérdőjelezhető, hogy miért kell ide-oda utazgatni. Edukálod az embereket, influálod az embereket, tudod? Tehát, hogyha azt látja, hogy Béla, Pista, akárki megy, menjünk már mi is, tudod? Ebben a helyzetben szerintem az utazás az, amiről le lehet mondani. Mi is nagyon szeretnénk menni, lemondtunk róla, megvárjuk, míg vége a bulinak, azt megyünk akkor, ilyen egyszerű. Viszont a másik dolog, amit nagyon sokan, hogy ahelyett, hogy utaznának, meg ahelyett, hogy erre költenének, hogy azt a pénzt tényleg miért nem ad, akkor miért nem az éhezőknek adják. Jogos lehet a kérdés, és egyébként bár én is rendszerint nagyon radikálisan buzdítok mindenkit az adakozásra, de szívünkre kell tenni a kezünket, hogy ez nem egy kötelező dolog. Egyáltalán nem kötelező. Sőt, azt gondolom, hogy adakozni akkor kell, tudom, nem túl bibliai, de józan ésszel, ha te is átgondolod, és tényleg, most ne így ugorjál rögtön, hanem tényleg gondolkodj, tehát akkor adakozzál, tehát ne abból, én úgy vagyok vele, hogy ne magadtól, vagy a családodtól vegyél el valamit, hanem amellett adakozzál. Tehát, hogy az önzetlenség, az nem feltétlenül jár együtt a hülyeséggel, a mártírkodással, a vezekléssel, hogy te most akkor kisemmized, lenullázod magad. Jó, hát nyilván a Soberték esetében ilyenről szó nincsen, de hogy az azért nem feltétlenül jár együtt. És amiért készült ez a videó, hogy az kicsit azt látom, hogy az van, hogyha valaki megvesz egy drágább cipőt, egy drágább kabátot, persze mondom, vannak azért, akik amnestiát kapnak, mert ott szemellenzősek vagyunk, de, és az van, hogy nem csak az ismert emberek körében, hanem így simán, tehát így a környezetemben is látom, folyamatosan turkálunk egymásnak a zsebében. Ezt sem gondolom, hogy ez hungarikum lenne, szerintem ez kb. Mindenhol így van a világon. Viszont, ha te megdolgozol a pénzedért becsületesen, tisztességesen, nem kell szarul érezned magadat, mert megvettél egy drága kabátot. Nem kell szarul érezned magadat, mert összegyűjtöttél egy új autóra. Nem kell szarul érezned magadat, mert elutaztál valahova. Nem értek ezzel egyet. Igen, az önzetlenség persze azt jelenti, hogy magam elé helyezek bizonyos dolgokat, de nem minden áron. És sok mindenért egyébként tudok mondjuk neheztelni a Norbiékra, vagy sok mindenért tudom róluk azt gondolni, hogy nem jó emberek, de nem feltétlenül azért mondjuk, mert elutaznak úgy, hogy mondjuk Szabolcsban meg lehet, hogy az emberek éheznek. Mert hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy ezt nem a Sobert Norbinak a dolga megoldani, nem is az Osváth Zsoltnak, és nem is neked Béla, Pista, Kata, Józsi, Feri, Klári, aki ott van a képernyőn, ez nem a mi feladatunk lenne. Persze, ettől függetlenül mégis azt gondolom, hogy dolgod, sőt, kötelességed adakozni, hogyha van miből. És bizony kötelességed adakozni, hogyha van valami plusz. Hogyha
te nem a pluszból adsz, hanem a sajátodéból, ez már tényleg az igazi jó felség, de ez meg nem egy elvárható dolog. Még hogyha egyébként én szeretem is elvárni. És tudom, hogy egy kicsit magam ellen beszélek, meg tudom, hogy így a decemberi videók után ez egy kicsit furán tűnhet, viszont próbálom ezeket a most az ilyen nagyon ilyen bugyogó lávaként feltörő ilyen érzelmeket az emberekbe, meg fröcsögéseket, és egy picit így próbálom visszaapasztani, mert hogy erre nincs szükség. És tudom, Hungarikum a Norbiba, meg a Berkibe belerúgni, meg távol álljon tőlem, hogy lebeszélek róla. Hogyha te ettől jobban érzed magad, csináld csak. Olyan vastag a bőr a képek, mint a rinocéroznak, ők meg sem érzik ettől függetlenül. Jaj, ez nem volt túl katolikus keresztényi. Na de mindegy, de hogy nem kell előadni a barcelonai könnyező madonnát, tudod, hogy jaj, hát én az utolsómat is odaadom. Nem kell. Nem, tehát oké, odaadjuk, de nem kötelező. És ami fontos, hogy ezért te nem vehetsz elő másokat. És mondom, vonatkoztass el a Schobertéktől, mert tudom, hogy meglátod a Réka és a Norbi arcát, és valahogy azt érzed, hogy De igenis, őket emiatt elítélem, de amúgy ez meg nem a te dolgod, hanem így bárkire mondom, hogy na, nem ettől működik szerintem a világ, hogy nem mindenki egyforma, nem mindenki ugyanolyan, nem mindenki ad ugyanannyit. És tudod, most így érezzem szarul magamat, hogy volt egy álom mikroportom, amit most megvettünk, és van itthon mikroport, jól működő mikroport, meg tudtam eddig is oldani, de ez a mikroport, ezt annyira szerettem volna. Rohadt drága volt. És most én nekem szarul kéne éreznem magamat amiatt, hogy megvettem az álom mikroportomat, és mondjuk ezt a pénzt nem adtam oda, nem tudom, plusz annak a családnak, akinél voltam. De én ezért nagyon megdolgoztam, és gyűjtöttem rá, és egyébként annak a családnak is adtam egy csomót. Tehát, hogy szerintem itt nem az van, hogy magadtól kéne, meg magadat kéne rosszul érezni magadat, hanem inkább azt próbáljuk meg kérdésre, hogy adj, de nem feltétlenül úgy, hogy magadtól elvegyél. Na, tehát, hogy az a lényeg, hogy remélem, hogy értitek, hogy mit akarok mondani, és tényleg ez nem valakik vagy valakinek a védelmében, hanem inkább a saját védelmedben mondom, hogy engedjük el ezt a témát, meg próbáljunk már, nem tudom, azt látom tényleg, hogy mindenki mindenhol csak fröcsög, és mindenki mindenhol csak osztja az észt. Valóban, igen, ki lehetett volna bírni, tényleg, Rékuci is tudta volna az ugribugrit eltolni egy pár hónappal, valószínűleg ugyanúgy a bentartott milliók azok de hát nyilván menni kell, tökre értem, de az, amikor a legnagyobb, a leggazdagabb szervezet, a leggazdagabb egyháznak a feje szomorúságot érez, amiatt, mert vannak emberek, akik nélkülöznek, ilyenkor azt tudom mondani, hogy akkor adjon még többet az egyház, mert hogy van miből, és félreértés ne essék, nem akarom én itt vegzálni abszolút sem az egyházat, sem a pápát, tehát ez itt tegyük a szívünkre a kezünket, azért a katolikusoknál van zsetonna. És akkor tessék, akkor tegyük boldoggá a pápát, tessék lemenni, mit tudom én, a kis sekrestjébe, kilapátolni az aranyat, tudod, aztán akkor abból adogatni. Nem feltétlenül gondolom, hogy elvárásnak kéne lenni az, hogy magánemberek oldják meg másnak az életét. Ettől függetlenül csináld, ettől függetlenül erre buzdítalak, csak nem akarom azt, hogy szarul érezze magát valaki, vagy tendencia legyen az, hogy szarul érzed magadat attól, mert te nem adakozol, vagy mert te nem adtál. Egyébként érez magad szarul, de mindegy, szóval, hogy érted? Tehát, hogy normál esetben más mond most a szívem, és más mond az agyam, csak nem akarom megint a PC-ségbe, hogy elmenjünk, tudod, hogy lassan már tényleg bazd meg, hogy azért vedd meg magadnak a Boleroport, meg a Trombidumbit, és ne így el Coca-Colát, mert hogy láttál egy hajléktalant ma a nap folyamán. Ez sajnos nem így működik. Ettől függetlenül, amit tudsz, és tényleg ami tőled telik, azt tedd meg. Na jól van, lehúztalak az életről, helyes, akkor gyorsan iratkozzál fel. Pénteken föléreztünk egy formátumot, ami már volt, és egy nagyon-nagyon égető kérdést kérdezek meg 50 embertől. Úgyhogy találkozunk pénteken, csókollak titeket, írd meg a véleményedet a komment szekcióban, legyetek jók, sziasztok!